Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. A segítés és gondoskodás egy nagyon erőteljes női jellem. Ma este, akik itt vannak velem a stúdióban, nem csak egyénileg, családilag kamatoztatták ezt a gyönyörű tulajdonságot, hanem csatlakoztak egy mozgalomhoz, amit úgy hívunk, hogy Focolare mozgalom. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Juditot és Klárát, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és mielőtt elkezdenénk arról beszélni, hogy mi is ez a Focolare mozgalom, azelőtt egy picit személyesebb jellegű kérdéseket teszek fel nektek. Először is arról szeretnék hallani, hogy hogyan nőttetek fel keresztény családban, hogyan ért benneteket a hit, vagy pedig nem keresztény családban, személyes jellegű ez a kérdés, de hiszem, hogy tudtok rá válaszolni. Én is szeretettel köszöntöm a Pax TV-nek a nézőit. Az én családom az egy ilyen református, katolikus harcban állt egymással, és az egész gyerekkorom nagyjából ezzel telt el. Tehát mindig elmondta a református ág, hogy az miért jó, és miért az a jó vallás, hogy miért az a lelkipásztor a jobb, mint a katolikus, és fordítva. És ez egy állandó feszültséget jelentett, és hiába jártunk mi az édesanyámmal, meg a testvéremmel, mert mi katolikusnak lettünk keresztelve, héttől hétre az Isten tisztelete, minden maradt a régibe, tehát semmi nem változott meg közöttünk, és ők is ugyanúgy hiába jártak és hallották az Isten igéjét, ő náluk sem volt semmi különösebb változás, tehát egy ilyen két megmerevedett front voltunk, és ez engem nagyon bántott, megmondom őszintén gyerekkoromban, mert valahogy nem fogalmaztam még meg magamnak, de valamit éreztem, hogy ez nagyon nincs rendjén. És ez aztán odáig fajult, hogy volt egy ilyen családi örökséggel kapcsolatos vita, és az betette az ajtót, akkor örök harag és magázás lett közöttünk. Én akkor már úgy kezdtem valamit úgy megsejteni a hitnek a, nem tudom, hogy mondjam, a szeléből, mert fogtam magamat egy napon, és az anyukámnak volt egy ilyen jó nagy vaskos új szövetsége, amit a kezembe venni is nehéz volt, de valahogy mégiscsak fellapoztam, és ilyen nagyon réges nyelven volt Jézus mondával, meg ehhez hasonlókat lehetett olvasni, de mégis egy ceruzával kijelöltem a lapnak a szélén, hogy ez főleg János evangéliuma volt, hogy Isten a szeretet, hogy szeretetből jött közénk, halt meg, és ez úgy megragadott. De ez meg egy ilyen szinten maradt, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, jó volt olvasni, és akkor annyi. És, de az életem nem változott meg, sőt, olyannyira, hogy ezek a református családtagok, ezeket még arra sem méltattam, hogy az esküvőről meghívjam. Mondván, hogy én magam részéről megbocsátottam, ők ilyenek, most akkor mit csinálunk ott egymással, és szépen megesküdtem, és a férjemmel is elhitettem, hogy ez így van, jól vagy, nem tudom, már elég régen ügyesek volt. Ügyesek vagyunk ember szerintem. Tényleg elég régen volt, mert nyáron leszünk 48 éves házasok. Wow, gratulálok. De köszönöm szépen. De ugye ebben úgy megnyugodtunk. És amit mondtál is, hogy a Focolare mozgalomnak a tagjai vagyunk, most azt nem mondom el az egésznek a történetét, de az biztos, hogy ott a Focolare mozgalomban az evangélium igéje nagyon fontos. Szerepet játszik az életünkben, nem csak az, hogy olvassuk, mint ahogy én tettem, nem csak az, hogy rácsodálkozunk, hogy jaj, de szép, meg jaj, de igaz, hanem hogy hogy váltuk tettekre. És az én életemben a változás akkor következett be, amikor, mert ezt egy hónapig választ ki egy kis csoport, tehát kiválaszt egy evangéliumi mondatot, és egy hónapig éljük. És ez egyik ilyen életige volt akkor, mert ezt így hívjuk,
ami hát elég ismert, az evangéliummal szeressétek az ellenségeiteket. És akkor volt ez, emlékszem rá, hogy ez egy májusi hónap volt, és akkor én azt mondtam, hogy nekem nincs ellenségem, de hogy valami megindult, hogy azért, ha jól körülnézek, azért mégis. Igen. És akkor nagy elhatározást tettem, hogy majd augusztusban, mert akkor lesz az egyik családtagnak a névnapja, az Ilona, majd írok egy lapot. És valamit ott majd összehozok, hogy Isten éltessen, vagy mit tudom, lássuk már egymást, vagy nem tudom, mit gondoltam, de valamit gondoltam. És akkor, és ebbe az egész történetben az érdekes, hogy amikor ez ember tesz egy elhatározást, akkor Isten válaszol. Gyönyörű. És úgy válaszolt, hogy az apukám kórházba került júliusban, tehát a rák következő hónapban, és hát mi a férjemmel elmentünk meglátogatni. És nyitom ki az ajtót, és ott ülnek a református okonok. És én akkor úgy éreztem, hogy most becsukom, minimum, akkor eszembe jutott ez, hogy szeressétek ellenségeiteket, és akkor elkezdtem menni az ágy felé, de úgy éreztem, hogy az egyik lábom az egymása, a másik az még egymása, és úgy. És ott éreztem, hogy én most itt elsüllyedek, vagy megsemmisülök, és ők voltak azok, akik szinte jöttek felénk. És most nem mondom az egész történetet, de ott elkezdődött egy másik történet. Az a történet, amikor béke van, megértés van, és megbocsátás van, és nem kellett nem tudom mit magyarázni, hogy te akkor azt mondtad, én így gondoltam, és akkor mi jó, hanem egyszerűen egy új fejezetet nyitott Isten az életünkbe. Olyannyira, hogy mind a kettőjüket az életék végéig elkísértük, békében és egyetértésben. Úgyhogy, de ez csak azért volt, mert másoktól hallottam hasonló tapasztalatokat, és ez buzdított arra, vagy segített abban, hogy akkor én is belevágjak, és Isten adott egy elég konkrét helyzetet. Igen, köszönöm szépen. Klára? Én pedig egy katolikus családba születtem, 3 testvérem, 3 voltunk testvérek, és nekünk nagyon szép gyerekkorunk, életkorunk volt, vagy életünk volt. Emlékszem arra, hogy imádkoztunk együtt minden este a családdal, úgyhogy ez nagyon szép volt. Aztán jött a kamaszkor, és ott van egy pillanat, amire emlékszem, egy ilyen tavaszi este volt, és mentem hazafelé, és valami csodálatos este volt, és akkor nekem az volt a gondolatom, az volt a szívemben, hogy én azt szeretném, hogy Istennek ezt a szeretetét átadni az embereknek. Ez egy első ilyen élmény. Aztán utána volt, ahogy ment tovább a kamaszkor, egy következő élményem, arra is emlékszem, hogy vajon én ezt kaptam, ezt a hitet, Isten szeretetét, de hogy tényleg van-e? Tehát ez a tipikus kamaszkori gyorok, hogy tényleg van-e Isten. És akkor ott pedig az a gondolat jött, hogy aki szeret engem, annak kinyilatkoztatom magam, és benne vagyok. És ez nekem olyan biztonságot és bizonyosságot adott, hogy későbbiekben is aztán többször gondoltam erre, hogy hiszen akkor, amikor ez a kamaszkori dolgom volt, akkor Isten azt mondta, hogy benned vagyok. És aztán utána megismerkedtem a Judittal és a férjével az egyetemen. Olyan és régi ez nagyon a barátság. Régi, igen. Wow. Tehát a 72-ben kezdtem el dolgozni, és a 70-től ismerjük körülbelül egymást. És amikor született a Fokolára mozgalom, akkor gyakorlatilag mi nem tudtuk, hogy miről van szó, csak ezt a bizonyos igeélést kezdtük el, mert hát ugye nagy titokban meg nagyon óvatosan indult az egész. És akkor onnantól kezdve meg tulajdonképpen egyszerűen Istennek ez a végtelen ölelő szeretete, ami onnantól kezdve végig kísért engem, mert tanítottam itt Óbudán, az Áporban, és itt is például egy olyan kolléganőm volt, aki a Fokolára lelkiséghez tartozott, és nekünk az életige élésen kívül még a másik gondolatunk ez, hogy ahol ketten-hárman együtt vannak, az én nevemben köztük vagyok. És hát Icával úgy hívták ezt a kolléganőt, tényleg megpróbáltuk Jézust magunk között tartani, és csoda volt. Szóval az az iskola csoda volt, nagyon sok múlt ott attól is, hogy az igazgatónk egy csodálatos ember volt. Ott a csodákat éltük meg, Isten teremtő erejét állandóan mindig tapasztaltuk. Aztán utána Ica is meghalt, igazgató úr is meghalt, én is eljöttem az iskolából, amikor lehetett nyugdíjba. És végig az egész életem egyelőre ez, amit meg tudok mondani, hogy olyan, tényleg, mint ahogy van is az egyik Zsoltár mondja, hogy Isten ölén vagyunk, és úgy ölel át minket, mint anya a gyermekét. Ezt éreztem nagyon-nagyon sokáig, és aztán utána mostanában kezdődött el az, hogy na hát légy felnőtt. És a szenvedés útján, a megpróbáltatások útján,
ebből a bébi korból, ebből a baba korból kilépni, hogy a szenvedés az tényleg felnőtté tesz, és azt eredményezi, hogy Jézust jobban megismerni, és jobban barátnak lenni. A mostani életigében is ez van, hogy barátunk. Majd még beszéljünk erről az életigéről, de hadd kérdezzek arra rá, amit említettél, Klára, hogy hogy volt az, amikor elkezdtétek, a kezdetekkor azért kommunizmus volt erőteljesen Magyarországon. Mennyire volt szabad ezt a fokolára mozgalmat? Mennyire nézték jó szemmel, akkor inkább így kérdezem, mennyire volt szabad kezetek ezt csinálni, dolgozni benne, vagy egy picit, ahogy említetted, ez azért titokban volt? Judit? Az volt a szerencsénk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy ez egy laikus mozgalom, tehát világiakból áll. Na most maga az állam alapvetően a papokra figyelt időzőjelben, tehát a papokat, hát is joggal gondolta, ugye a plébánián a pap van a közösség középpontjában, a teológiai képzés alapvetően akkor még papok végezték, tehát gyakorlatilag a papok voltak szem előtt, és a laikusok azok nem annyira, hiszen, ahogy a Klára is mondta, a mi mozgalmunknak az egyik alapgondolata, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek, ezek két nő, két férfi, három, stb. És annyira nem, persze azért figyeltek bennünket is, mert azért munkahelyen voltak jelzések, de messze menően nem úgy, mint a papokat. És azért ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy mi persze nem telefonáltunk, meg nem írtunk levelet, meg nem csináltunk semmi olyasmit, ami feltűnő lett volna. Próbáltunk maximálisan a munkahelyen teljesíteni, hogy a Klára is mondta, tehát ott tényleg a gyerekek érdekében, amikor volt, ezt esetleg elmondott-e, az jobb is, helytállni, becsülettel dolgozni, olyannyira, hogy amikor a férjemmel egy munkahelyen dolgoztunk, akkor az igazgató egy ilyen nyelviskolának, tehát továbbképző intézetnek a nyelviskolának volt, ő az igazgatója, még ott voltam nyelvtanár, és az igazgató, aki egy ízig-vérig kommunista ember volt, mindig örökbe akarta fogadni a férjemet, hogy neki nincs gyereke, de egy ilyen gyereket olyan szívesen elfogadna, illetve a november 7-i beszédet neki kellett megtartani, és ő próbálta a béke szempontjából, nem tudom miből. Ez nem volt egyszerű akkor. Nem volt egyszerű, és akkor emlékszem, én gyesen voltam otthon, és csak azért mentem be meghallgatni, az ünnepségre, csak azért mentem be, és csak azért hallgattam meg a beszédét, hogy ahol ketten vagy hárman, már ketten voltunk, hogy ott legyen Jézus közöttünk. És hogy ne a férjem beszéljen, hanem Jézus beszéljen belőle, és nagyon tetszett a beszéd, úgyhogy el is kérték a nyomtatott formáját, akkor még nem volt e-mail, hogy elküldjék. Igen. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ez a hit a köztünk lévő Jézusban, a hit abban, amit a Klára is mondott, hogy Isten a szeretet, hogy átölel. Most, hogy ez november 7-e, mondjuk tényleg egy nagyon jó munkahely volt, és egy nagyon jó hangulat volt, és nagyon jól megvoltunk egymással, mint tanárok, és akkor a férjem még a, hogy mondták ezt, a belügyminisztériumban, oda tartoztunk a belügyminisztériumban, nem, bocsánat, a belkereskedelmi minisztériumnak, a kiváló dolgozója lett. Az igen, gratulálok. Itt látszik az, hogy most kommunista, nem kommunista, mi számít, egy emberi hozzáállás. Szóval én is azt tapasztaltam, hogy egyszerűen lehengerlő volt Isten jelenlétéből kiáradó szeretet az egész iskolában nálunk is. Akkor volt a, és mondom, nagyon sok múlott az én csodálatos, kedves igazgatóramon, aki aztán később azért ez biztos Óbudán, is. Igen. Hogy Óbudán ő díszpolgár is lett. Szóval, hogy akkor volt a szerb-horvát háború, és 3 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül, nem tudom, gyűjtést tartottunk, és elküldtük a menekülteknek a pénzt, és minden évben megduplázódott a bevétel, minden évben megduplázódott a jelenlévő embereknek a száma, és a végén már a San Marcóban voltunk, a, nem tudom én, a közösségi házban. Szóval csoda volt minden, és az egész iskola úgy, ahogy volt, ott állt. Tehát egyáltalán nem kérdeztük egymástól, hogy te mit gondolsz, vagy mit nem gondolsz. Én emlékszem, hogy a gyerekeim ültek a padon, és beszélgettek, és ustorogtak, és mindenére. És akkor miről beszéltek, hogy mi az, amit... És akkor mondta, Klára, én meg se vagyok keresztelve. Mondom, nem baj. Hát olyan csoda, hogy együtt dolgozunk ezekért a gyerekekért. És a legnehezebben kezelhető kisfiam, volt egy nagy láda az osztályban, ahova óra alatt is volt szabad behozni konzervet.
És ez a legnehezebben kezelhető kisfiam is látta, és mondta, hogy Klára, ez még annyira kevés étel. Szóval, hogy mindenkiből a jót hozta ki, és ez egészen biztos, hogy Istennek a dolga, mint ahogy a közelmúltunk eseménye is, amiről majd szó lesz, egészen biztos vagyok benne, hogy Isten látható jelenlétének látható kézzelfogható eredménye. Szóval ez van. Nagyon szerencsések voltatok akkor, mert azért hallottam elég sok negatív történetet is, tehát azért is mondtam, hogy ez azért, ha az igazgató úr ilyen nagyon kedves, meg elfogadó, befogadó volt, akkor ez tényleg gyönyörű dolog lehetett. Egy picit arról szeretnék hallani, hogy azt már hallottuk, hogy férjétek vannak, de hogy a családotok, hogy hány gyereketek van, és hogy civilben, akkor ez már kiderült, hogy tanár voltál, meg vagy, és ez nagyon fontos szerep volt, még a Fokolára mozgalomban is. Milyen tanár voltál? Hát nekem nagyon szerencsés voltam, mert én felnőtteket tanítottam. Tudnék, történelmi-német szakon végeztem, és akkor abban az időben egy bizonyos ponton beiskoláztak tanárokat a Világnézetünk alapjai című tanítására. És hát engem, mint történelmi szakos tanárt, mert az első két évben az egyetem után akkor történelmet tanítottam, és hát a tanfolyam után is úgy gondoltam meg egyáltalán, hogy ezt akkor inkább nem. És akkor attól fogva a két év eltelt éve mindig németet tanítottam, és akkor már nem középiskolában. És ez egy rettenetes jó dolog volt, mert ilyen 6-8 hetes tanfolyamaink voltak, illetve időnként több is, intenzív tanfolyamok, és akkor, mivel ez a belkereskedelmi minisztériumhoz tartozott, elsősorban belkereskedelmi dolgozókat iskoláztak be, akiknek mondjuk alapfokú ilyen éttermi szinten, vagy éttermi vezető szinten kellett megtanulni, akkor még a német ugye eléggé menőnyelv, akkor nem az angol volt, akkor a német volt. De jöhetett bárki, akinek, mint tudom én, akkor még a kandidátusi disszertáció volt, ahhoz kellett letenni a nyelvvizsgát, vagy a munkahely bármilyen oknál fogva kérte, és akkor alap és középfok, időnként felsőfok, az nagyon kevés volt, az úgynevezett Rigó utcai és egyedülálló monopól helyzetben levő ilyen vizsgáztató központnak a elvárásainak próbáltunk eleget tenni, és akkor erre készítettem őket föl, és hát én ezt rettentően élveztem, mert mi, ahogy mondtam is, ebben az egész Belker továbbképző intézetben mi a nyelvi osztály voltunk, és nagy szabadságot kaptunk ettől a bizonyos igazgatótól, úgyhogy akkor már nagyon jó nyelvtankönyvekből, tehát nem az NDK-ból, Mónika azt mondta, hogy Péter azt válaszolta, hogy című tankönyvből, hanem tényleg nagyon, tehát volt munkafüzet, tanári felkészítő, és akkor a mi osztályunk a férjem vezetésével vezetett be egy másik nyelv vizsgarendszert is, tehát nagyon pezsgő volt az élet, és hát rettentően élveztem, amikor jöttek, és akkor levizsgáztunk. És mondok egy buta példát, de ezen még ma is nevetek, hogy hát a tanár is természetesen hibázik, és akkor ugye a németben van a három névelő, hím nem, nő nem, semleges, és mondtam az egyik hallgatónak, hogy nem vagyok benne biztos, hogy der vagy das, de nézze meg a szótárba. De mondom, szerintem der. És akkor nézi a hallgat, az a tanárnő, sajtóhiba. De nagyon sok ilyen történet volt, hogy na mindegy, egyszer kénytelen voltam egy bizonyos helyzetben segíteni, és mondtam a hallgatót, nekem most el kell mennem. El kell mennem, mert valakivel el kell mennem orvoshoz, és mondtam nekik, hogy ne haragudjanak, de ezt is ezt a feladatot csinálják meg. Szó nélkül megcsináltak, én elmentem azzal a bizonyos ismerősömmel az orvoshoz, visszajöttem, és mintha nem tudtam volna semmi. Tehát nagyon-nagyon szép kapcsolatunk volt, egy ilyen nagyon együttműködő és nagyon testvéries kapcsolat volt, ott hitről meg, Istenről meg semmiről nem esett szó, de konkrétan egy nagyon kreatív munka volt, akár a hallgatókkal, akár pedig a kollégákkal, úgyhogy ez... És ez a nyelvi tudásod nagyon szükséges volt a későbbi évekhez. Annyiban... Először még Klárát kérdezem, jó, hogy... Akkor én ezt, hogy meg francia-orosz szakos voltam, és hát ez az iskola, ez egy pilóta iskola volt, mert a francia nyelvet már akkor 72-ben csoportbontással, minden nap órával, harmadiktól kezdve, aztán később elsőtől kezdve, úgyhogy egy csodálatos munka volt az egész,
élmény volt a gyerekekkel dolgozni, öröm, öröm volt az egész. Köszönöm szépen. Sikeres nők vagytok, sikeres férjek vannak mögöttetek. Én nekem nincsen, nekem csak nagy család van, és rengeteg unokám. Akkor, mert mondtad, hogy igen, ezután rohanunk gyereket vigyázni, azt hittem nagymama vagy. De viszont pót neked pótnagymama, az is nagyon fontos. Nekünk két fiúk van, és mi mindig nagy családot szeretünk volna, így alakult a helyzet, de pontosan a Fokolára mozgalomban találtam meg azt a nagy családot, hogy se száma az unokáknak, az unokatestvéreknek, nagynéniknek, nagybácsiknak, testvéreknek, mindenkinek, úgyhogy. Akkor elkezdjük, hogy mi is ez a Fokolára, mert én sem igazán találkoztam velem. Meséljetek róla, hogyan indult Magyarországon? A Magyarországhoz hozzá kell tenni, mint egy előtt, vagy ahogy mondjam, a történetét, hogy 43-ban Olaszországban, Trentóban, ez egy észak-olasz város indult el, ami nem mozgalomnak indult, hanem Chiara Lubich, aki abban a városban élt Trentóban, akkor is, tehát ott a második világháború alatt a bombázások nem kerülték el ezt a területet sem, és a Klára is mondta, ebbe a szeretet Istenbe vetett hitet, amiről ő beszélt, ez volt az, amit ott a bombázások közepette, és az összes borzalmat, amit a háború jelentett és jelent, ott mindenek ellenére felfedezte, Isten szereti őket, de nem csak őket, mert ott az őket alatt értem az, hogy Chiara Lubichnak a nevéhez fűződik, de már rögtön voltak társnői, és hogy mindenek ellen Isten szereti őket. És ez azon a János evangéliumi részleten alapul, amit illetve én is olvastam, mert bárki olvashatja, hogy mi hittünk a szeretetben, hogy Isten a szeretet. Akkor ez egy forradalmi felfedezés volt, és már ott a hát elég rettenetes körülmények között próbáltak a fele barát az emberek felé fordulni, mert Isten szeretete az nem egy ilyen tan, hanem egy konkrétum. Hát aki ott van, aki mellette van, aki segítségre szorul, és ez a történet aztán Trento városán túlmutatott, elterjedt az egész világon, nem csak katolikusok, hanem más keresztény felekezetek között protestánsok, ortodoxok, stb. A nagyvallások között is vannak követői, és a nem hívők is, mert Isten népe az mindenkiből áll. Tehát nem csak... Nem keresztények is csatlakozhatnak. Nem, akik nem hívők. Mi úgy mondjuk, hogy a más meggyőződésűek. De nem hívők. És mindenképpen párbeszédet folytat a kortárs kultúrával is. Úgyhogy, és tartoznak hozzá gyerekek, felnőttek, püspökök, de alapvetően laikusok. És ez a csoda, hogy gyakorlatilag mindenkivel lehet, mert ahogy én a gyerekektől nem kérdeztem soha, és ők maguk kezdtek el erről beszélni, ugyanúgy hát a kollégáknál sem az az első kérdés, vagy az utcában, hogyha valakivel én megismerkedek, mert nagyon olyan helyen lakunk, ahol mint egy kis falu, állandóan, amikor beszélgetünk, hogy valami nem ez az első kérdés. És utána évek, napok, hónapok, és akkor jön az, hogy egyáltalán erről kezdünk beszélni, és akkor, amikor már kialakul egy emberrel a stílus, akkor már úgy megy, mint késben a, hogy szokták mondani, vajban a kés, hogy természetesen mondhatom azt, amit én gondolok, amit ő gondol, és akkor nagyon, nagyon különleges dolgok történnek, de nagyon türelmesen, és tényleg Isten szeretetébe vetett hittel kell elfogadni azt, amit ő mond, ő gondol, megérteni, befogadni, és akkor utána egyszer csak kérdez, hogy te ezt hogy csinálnád. És akkor én mondtam, hogy én ezt hogy csinálnám, és azt mondja, hogy hát tanulok tőled, de hát nem én tőlem. És akkor el lehet ide hívni, oda hívni, és akkor csodálkozik, hogy ilyen is van. És így történt ez esetleg a diákjaiddal is? Hogy... Van például most is egy... igen, hát nem is tudom összeszámolni, hogy hány gyerek volt ugye a kezem között, de például most is van olyan, nem is tudom már hány éves lehet, 30 fölött a Molly, nem tudom. Szóval, hogy nagyon szép kapcsolat van maradt egy-két gyerekkel, még most is, hogy felnőtt. És akkor elhívtad őket egy-egy ilyen Fokolára?
alkalomra, hát rendezvényre. Volt egy olyan eset, hogy igen, bizonyos időközönként muszáj volt valakivel találkozni, mert hát minden hónapban tudtunk adni neki egy bizonyos összegű pénzt, és oda jött, ahol éppen voltam. És akkor, amikor ilyen helyeken voltam, akkor oda jött, és akkor elhozta a barátját, és ott volt, és egyszerűen úgy alakult ki az egész, hogy nem kérdezett, nem kérdeztem, nem válaszolt, nem válaszoltam, de mégis egyszerűen belenőtt abba, hogy én miben vagyok, és utána kiderült, hogy egy hullámhosszon vagyunk, és egy olyan gyönyörűsége. Magyarul ez életeden keresztül volt el bizonyság. Igen, és aztán nagyon sok idő telik el, és ezért én nagyon szeretem a Szentlélek Úristennek ezt a gondolatát, vagy a ővelek kapcsolatban ezt a gondolatot, hogy adja meg az eszembe, ami kell, adja meg a szívembe, ami kell, adja meg a szavamba, ami kell, mert ő tudja, hogy mikor, mit kell mondani. És én minden reggel próbálom, most már elég régóta a Szentlélek Úristen, rád bízom magam, mondd, hogy mit kell mondani, és akkor sokszor van, hogy gondolkodom, hogy na, mit kell csinálni, de van, amikor érzi az ember, hogy mit kell mondani. Uh-huh. Nagyon köszönöm. Judit, azt mondtad magadról, hogy az egyetem elvégzése után te nem csináltál karriert, mert hogy találkoztál a Focolare mozgalommal, és mindenedet ebbe belevetetted magad, és igen, mindenedet odaadtad. Igen. Hogy történt ez? Pontosan ez, amit a Klára is mond, ez az emberi kapcsolatoknak a, hogy mondjam, hálója vagy szövevénye, ez engem borzasztóan vonzott, hogy nem a magam kis levesét, akár a férjemmel, akár a, még a szép ideálisnak is mondható nagy családdal élni, hanem nagyon vonzott az, hogy itt az emberek önmagukat adják. Feltételek nélkül, nincs az, hogy most kicsit kozmetikázom, mert kicsit szebbnek mutatom, kicsit jobbnak, hanem mindenki azt adta, ami. Egyben volt gyengébb, a másik abban volt erősebb, és maga a közösség nagyon vonzott, hogy nem egyedül, mert azzal a szentírással részletem, amit magamnak kijelöltem, azzal egyedül maradtam. Nagyon szép, nagyon, még most is emlékszem rá, hogy annyira vonzott, hogy én soha nem olvastam, ugye még abban az időben még a Isten tiszteletben a szentírást, és latinul olvasták fel, a mindent latinul. Igen. Én tudtam kívülről a szentírást, vagy a latin szöveget, a szentírást. De értetted is? Nem, csak mint egy verset megtanultam kívülről, mert az egész mise is latinul ment, de nekem semmit nem jelentett. Bocsánat, hogy közövágok, de azt mondtad, hogy szinte tök mindegy volt, hogy moziba jártatok, vagy misére. Igen, ezt amikor beszéltünk telefonon, mert igen, körülbelül ez volt. Azta. Igen, de nem változott semmi után, de éppen úgy utáltam a református rokonokat, mint előtte. Szóval egyszerűen, nem annyira, hát lehet, hogy nem annyira utáltam, igen, de utáltam, az biztos egy bizonyos mértékig. Na most itt viszont engem az vonzott, hogy mindenki elmondta ezeket a tapasztalatokat az evangélium igéivel. Volt, aki jobban tudott beszélni, jobban tudta magát kifejezni, mások egy kicsit dadogott, nem dadogott, szóval nem volt olyan folyékony, amit igen, mondott, mert hát senki nem volt felkészülve. És engem ez a, mi az evangéliumban is van, hogy ne félj te maroknyi nyáj, mert veletek maradok. Ez a maroknyi nyáj, ez vonzott engem, és hogy és nekem nem féltünk, hogy most mit tudom én, most jönnek a lakás, mit hogy hívják ezt, házkutatásra, vagy nem tudom én mire. Uh-huh. Egyszerűen nem volt bennünk félelem, mert annyira hittük azt, hogy Isten a szeretet, és ő bármi történik, az a javunkat szolgál, és a javunkra válik, és ez, hogy elmeséltük egymásnak a történetet, hogy mondjam, van az az ige, hogy mindez, aki szereti fele barátját, a halálból az életre támad föl. És azért ezeket elmondani, ezért kért is valamit, de gyakorlatilag az ember mindig épül. Tehát mindig, amikor én elmentem egy ilyen találkozóra, akkor másképp mentem haza, mint ahogy oda mentem. Uh-huh. Az nem azt jelenti, hogy nem hibáztam, nem persze, kellett, nem tudom, hányszor megbánni, meg bocsánatot kérni, meg újrakezdeni, meg ja Istenem, csak ezt többet ne csináljam, stb. De volt az életnek egy dinamikája, ahol egymást segítettük, egymást vittük előre, és tényleg nagy dolgokat láttunk, tényleg láttuk az Istennek ajánlatét, és tényleg megtapasztaltuk azt, amit a Klára is mondott, kicsibe, ebbe, abba, hogy csodák történnek körülöttünk, és tényleg volt, aki megtért, tehát nem hívőből hívő lett, volt, aki jobb református lett azáltal, hogy megismerte az értigéjét, vagy jobb, mit jobb tudom, hentes lett vagy bármi a munkahelyén, igen, vagy jobb kutató lett, vagy igen, jobb. Hát egyszerűen nem maradt az élete olyannak, mint korábban, és ez engem nagyon vonzott. Klára, te hogy tapasztaltad ezt meg a te életeden keresztül? A kezdet. Igen, igen, igen. Én azt hiszem, hogy egyáltalán nem
Nem gondolkodtam ezen az egész dolgon, szóval annyira fantasztikus volt az egésznek az indulása, mert ugye ezt kérdezted az indulás, hogy elmentünk, például úgy hívjuk itt, mi. Akkor a Judit hívott téged, ha jól értem? Hát igen, yes. Persze, Juditka meg a férje, és aztán utána körülötte az a kis magocska. Igen. Igen. Szóval egyszerűen nem gondolkodtunk ezen a dolgon, hogy mint. Hát annyira csodálatos volt az egész indulás, hogy ezt akartam mondani, hogy havonta egyszer mindenki, aki találkozott, azt úgy hívjuk mi, hogy Mária Poli, Mária Városa. Ahogy mert a Fokolára Mozgalomnak az egyik másik oldala, mert ilyen több oldalú az egész dolog, hogy ahogy a Szűzanya adta Jézust a világnak, mi is a köztünk lévő Jézust adjuk a világnak. Aha. Jézust adjuk a szeretetünket. És ennek a kis Mária Polinak, vagy lelki gyakorlatnak is ez volt a lényege. És hát akkor nagy titkosan elvonultunk ilyen helyekre, hogy ópusztaszer, meg mit tudom én, hát hova, a világ végére. És akkor nagy titkosan mentünk, de akik megérkeztünk, mindenki megkérdezte a buszsofőrt, hogy tessék mondani, hol kell lesz a ópusztaszeren, úgyhogy nagyon titkosan érkeztünk meg. De ezek csodálatos dolgok voltak, hogy előkészíteni a helyet, ahova a többiek jönnek. Egy maroknyi csoport voltunk, hát 50-en, 60-an, szóval nem sokan. De ezek, és ma már világszerte van. Hát igen, igen, igen. De olyan fény volt, és olyan öröm az egész, hogy én speciál nem nagyon gondolkodtam. És később mondták nekem, hogy na hát, micsoda veszélyek lehettek, vagy valami. Én nem realizáltam, őszintén megmondom, nem realizáltam. Hát hála jó Istennek. Pedig egy félős valaki vagyok, de én valahogy ott akkor ezt nem fogtam. Az Istennek a lelke, az fölülírta ezt az egészet. Abszolút. Csodálatos. Abszolút. Azt mondtad nekem, hogy a férjeddel együtt nagyon sok mindent csináltatok, tanítottatok, gyerekeket, családokat, jegyes oktatás. Ezekről, hogyha mesélnél, honnan volt ez az anyag, vagy honnan kikészített fel benneteket? Hát ez úgy volt, hogy egy ilyen, nem azt mondom, hogy vakvezet világtan, de nagyjából együtt egymást vezetgettük, illetve ennek a mozgalomnak, mivel ez nemzetközi, van egy római központja, és mi nagyon sűrű, hát akkor még a telefont azért felvettük időnként, de inkább úgy, hogy ott a utazások révén elég sokszor jártunk kint, és ott kaptuk mindig egy ilyen alap témát, hogy milyen ennek az évnek az alap témája, hogy mi az, amivel foglalkozunk. És az alapítónk, Károly Lubik, 68-ban mondott egy nagyon fontos beszédet, ami a családok felé irányult, egy alapító beszédet. Akkor alapította meg az új család mozgalmat, ami a Fokolára mozgalmon belül működik. És ott az ő beszédében egyértelműen mondta, hogy azok felé, a családok felé kell fordulnunk, amit a Klára is említett, ahol a legtöbb a nehézség, a legtöbb a baj, a válás, az elszakadás, az egyedüllét, a árva gyerekek, és hát a családdal sajnos elég sokat tudunk felsorolni. És gyakorlatilag mi viszonylag hamar megtanultunk olaszul, és ezeket ennek az alapító beszédnek az alapján, amik tapasztalatok, amik témák születtek, azokat próbáltuk továbbadni, és a Károly Lubiknak több ilyen nagy horderejű beszéde volt az életvédelmében, a gyerekek nevelését illetően. A békére való a békére nevelés. Való nevelésre, a Máriával kapcsolatban. Tehát van egy ilyen 8-10 nagyon alap beszéde, van nagyon olyan beszéde, ami a család élet alapjait illeti, és akkor ezekből mi csináltunk, most nagy szóval élve, képzéseket. Különösen ugye a figyelmünkben ajánlotta a jegyeseket. Mondván, hogy a jegyesek, ha jól felkészülnek a házasságon, remélhetőleg nem válnak el, és akkor mi ebbe vetettük bele magunkat itt Magyarországon is. Hát azok a jegyesek, akikkel mi annó foglalkoztunk, már lassan a felnőtt gyerek, már lassan nekik is unokáik, sőt, nem lassan, nem unokáik vannak. Tehát ez egy régebbi történet. Igen. És akkor volt ez a 7 év, amik kint voltunk ebben a központban, és akkor szintén ott az volt a szépsége az egésznek, oda viszont a világnak a összes országában, hát nem összes, de nagy részéről jöttek különböző kultúrákból, különböző szokásokkal, és ez egy rettentő nagy gazdagodás volt nekünk. Igen. Mert amikor az ember valamit csinál, akkor alapvetően saját maga is gazdagodik, épül, és hát kiteljesedik valamilyen szinten.
2004-ben alakult ez az Új Családok Egyesülete, ha jól emlékszem erre, és igazából mind a ketten, vagy te nem vagy alapító, Van egy másik megjelenési formája is a Fokolára mozgalomnak, azt pedig úgy hívják, hogy új emberiség. Akkor ezt kevertem. Új emberiség. Mind a kettő új. Aminek, mert én tulajdonképpen úgy hívjuk, hogy Isten önkéntese vagyok. A Judit pedig házas Fokolarina. És ez azt jelenti, hogy ennek az útnak is egy óriási nagy története van, mert ahogy a Judit mesélt arról, hogy hogyan indult a Kiaráék Trentóban, ott a háború után az volt, hogy enni kellett adni. Igen. Cipő kellett. És hát Kiaráék ugye fiatal lányok. Ezzel kezdtük, hogy a gondoskodás, a segítés, hogy nagyon sokat, mindig jön a következő generáció, a fiatalok, mindig meséljük, hogy Kiaráéknak volt egy darab papír, egy ceruza, járták a város, pincértől padlásig, fölírták, hogy kinek mire van szüksége. Így indult az egész, hogy az emberiségért, az emberekért, aki közvetlen mellettem van, megkülönböztetés nélkül dolgozni. Na, hát szóval ez is egy ilyen nagyon gyönyörűségesen szép történet, mint egy folyam. És akkor egyszer csak elérkeztünk 1956-hoz. Ja, és hogy akkor a lényeg az, hogy Kiára körül kialakult a konkrétan tisztán vett Fokolár, ahol teljesen elkötelezett, Istennek elkötelezett emberek érnek, családok, emberek, stb., de egy csomó minden ember volt még körülöttük, akik nem akartak Fokolárban élni, és akkor egyszer csak jött az 1956-os magyarországi forradalom története, és annak a szomorú következménye, stb., és akkor a 12. Pius pápa kiáltott föl halván meg tudván ezekről a dolgokról, hogy de Isten hol van a világban? Hol van? Az utcákon, a tereken, az utcán, az iskolákban, a kórházakban, és akkor Kiára körül lévő nagy holdudvar, tehát akik civil foglalkozású emberek voltak, azt mondták, hogy hát mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik Istennek az önként. Jelem is így mondta Pius, hogy nem, Kiára erre a pápának a felkiáltására mondta, hogy hát tényleg milyen sokan vannak emberek, akik az életüket adják a szabadságért, hol vannak azok az emberek, akik Istenért adják az életüket. És akkor mondták erre az emberek, hogy hát itt vagyunk mi, és akkor így született meg, kvázi így kikristályosodott, hogy na kik az Isten önkéntesei, és akkor aztán ez is elindult a maga útján, a folyamán, stb., és kialakult ez, amikor végre megkaptuk ezt, vagy megkapta ezt a nevet, ez a megszületett gyerek, hogy ők az új emberiség, tehát az orvos, a pedagógus, a jogász, a politikus, a mezőgazdász, a művész, a sportoló, a nem tudom kicsoda. Tehát, hogy én is az iskolában, a civil életben megtestesítem amit én lelkileg kapok, azt én megtestesítem, foghatóvá teszem, és átadom egy másik embernek. Na, és így alakult ki az új emberiség, amiben gyakorlatilag az minden civil foglalkozás, minden civil állapot benne van, és ezért van az, hogy oda van írva, hogy a pedagógus csoport, és ezért van az, hogy ebben a civil életben, mint ahogy csináljuk most a pakisztáni gyerekekért, meg a kárpátaljáért, ebben próbáljuk megfoghatóvá tenni Isten szeretetét. Hát akkor szerintem nagyon jó átkötő is, mert nagyon megy az időnk. Akkor egy picit a mostani dolgaitokról beszéljünk, a pakisztáni megsegítés, gyermekek megsegítéséről. Ez egy konkrét feladat volt. Hogy kezdődött, és hát már lezajlott, de nagyon jó beszámolótok van erről. Judit? Ez egy nagyon egyszerű történet, hogy ahogy mondtuk, a Fokolari mozgalom elterjedt az egész világon, és maguk a fokolarinák, vagy fokolarinok, férfiak és nők, azok a világ különböző pontjain élnek, nem feltétlenül a saját hazájukban. És egy ilyen magyar fokolarina él Pakisztánban, Karacsiban, ahol egy ilyen szociális központban koordinátor, amely már korábbi múltra tekint vissza, lényeges az, hogy ott dolgozik, és ott 130 kaszton kívüli hindu gyerekekkel foglalkoznak.
most azt nem kell elmondani, hogy milyen nyomorban és milyen állapotok vannak, mert ezt ismerjük, és ott az anyagi támogatás viszont eléggé megcsappant, és ő mondván, hogy hát Magyarországról ment oda, akkor ide nézett, és itt kért segítséget. De hogy tud, bocsánat, hogy közben, hogy tud egy Magyarországról kimenni egy hölgy oda a Karacsiba, hogy ott szolgáljon. Hogy jött a kapocs? Hát ugye, ahogy mondtam, van ez a római központunk, és ott jobban rálátnak, hogy koordinálják, hogy hol van szükség. Hát ugye megtanulni urdu nyelven, amit én az egyetemen tanultam az indo-európai nyelveknek a kapcsán, hát amikor az írását láttam, hogy alulról kezdik, mert éppen amikor kimoltunk Rómába, ott ezen a bizonyos családi képzésben, ott családok képzésében volt egy ilyen, hogy alulról kezdés, akkor innen jön fölfelé, és akkor itt a vége. És minden is akkor ilyen, hát most nem mondom, hogy milyen krix és krax nekem. Igen. De ezt megtanulta, és most nem tudom, lehet, hogy még a nyelvjárás is megtanultam, az urdu nyelv se egységes, mint általában egyet a nyelv sem, mindegy, és most ott van már 9 éve, és akkor ő kérdezte, hogy nem tudnánk-e segíteni. És akkor ezt gyakorlatilag próbáltuk. Egy évvel ezelőtt kezdődött, tavaly februárban, igen. Igen, és akkor az első gondolat volt egy jótékonysági koncert, annak egy nagy története volt. Akkor ezt meséljétek el. Hát csak röviden. Igen. Egy éve volt ez a jótékonysági. Akkor nem. Kezdtük el. Egy évvel ezelőtt jött ez a levél, és egy PPT, amin bemutatták azt, hogy milyen körülmények között élnek a gyerekek. Igen. És hogy tudnánk-e segíteni. És hát a jótékonysági koncert, mert nekem már nagyon sokszor segített a Sapszon Ferenc tanár úr, a Kossuth díjas karvezető, és az első utam ő hozzá vezetett, és megint azt mondta, hogy igen, segít a Jubiláte leánykarral, ami egy csoda. Egy gyöngyszem, egy csoda. Tehát ő volt az első, aki azt mondta, hogy igen, és a másik a hegedűs házaspár, a hegedűs Endre meg a Katica, ők is azt mondták, hogy igen, rögtön az első szóra, és nekünk már évek óta volt kapcsolatunk Nógrádban, Dejtárban, a cigányi gyerek tánccsoporttal, a napközivel, a Váci Egyház megyén belül, a Ceferino házon belül működik ez a ház családi napközi. Tehát ebből a háromból állt össze a program, és hát Judittal gyakorlatilag a hátunkra vettük ezt a dolgot, aztán később mások is csatlakoztak, segítette, szóval ez tényleg egy óriási nagy történet, most nincs idő erre ezt az egészet elmesélni. A lényeg az, hogy 1 millió forint jött össze, egy gyermeknek egy teljes tanéve 65 000 forint. Tehát 15 gyermeknek a beiskolázását tudtuk elküldeni. Ez volt, lezárult a koncert, ez októberben volt. 2017. október. És utána Juditka azt mondta, hogy nem hagyhatjuk abba. Nem hagyjuk abba, mert nem hát ha még... Mert ugye itt azt próbáltuk kezdettől fogva, hogy milyen jeleket küld Isten. Mert ha küld jeleket, akkor megyünk tovább. Ha nem küld, ha megállít, akkor, mert azért ez a hegedűs házas pár, most nem lehet felsorolni Lizdi, Kossuth-di, ilyen, a Sapszon karnagynál is, ott is, most lehetne mondani, azért ez már egy jel volt, hogy ők azt mondják, hogy ide beállnak és csinálják, akkor nagyon sokan apró jel volt, meg nem apró, ezt most én nem értékelni. Apró jelekből tevődik össze az Isten össze. Munkája, igen. Pontosan, és akkor ezt mondtuk a folytatásnál, és ha jönnek a jelek, akkor megyünk tovább, ha nem, akkor annyi. És hát ez úgy jött, úgy csináltuk most már október óta, most mi van, március vége. Akkor volt egy kis szünet, mert igen, visszajeleztünk, ugye az embereknek még nagyon fontos a visszajelzés, és akkor behívtuk az én régi tanítványaimat, az előbb kérdezted, hogy vannak-e régi tanítványokkal kapcsolatok, meg egy idősebb házaspárt, meg egy volt kollégát, és akkor indultunk újra januártól. Igen, januártól, igaz. Tehát 2018 januárjától. És akkor próbáltuk. Most van. Igen. És akkor februártól márciusig, most van a vége, azt mondtuk, hogy most olyan csoportokat, szervezeteket, plébániát, cserkés csapatot, foci csapatot, tehát közösségeket keresünk, akik együtt egy gyermeket egy tanévre fölvállalnak. És hát elképesztő módon próbáltunk dolgozni azon, hogy ez a hír, ez szétmenjen. És akkor...
Ma reggel tudtuk meg. Ma reggel tudtuk meg, hogy 2.600.000 forint jött össze. Azóta ez az 1 millió két plusz. Két hónap alatt. De, hát akkor ezt nem szabad abba hagyni. Hát igazából meglátjuk most tényleg, hogy hogy lesznek a jelek, de ami a nagy tapasztalat volt számunkra, hogy ha ez nem kerül az emberek tudomására, akkor ez ott marad a zsebükbe. Igen. És itt nem csak az a nyertes, aki ad, és aki kap, hanem hogy valami történik, és gyakorlatilag mindenki nyertes. Igen. Mert aki ad, annak öröm. Aki kap, annak öröm. Aki valahogy szervezi, annak öröm. És ez volt a nekem már nem az első tapasztalat, sok mindenki másnak is, hogy ha valakit megszólít az ember, akkor az válaszol. Lehet, hogy nem pénzzel, lehet, hogy egy mosolyja, lehet, hogy azt mondja, hogy most ezért imádkozni fog. Lehet, hogy azt mondja, figyelj, nem tudok adni semmit. De volt egy zseniális valaki, aki egy iskolában tanít, és ő azt mondta, hogy oda jár 600 gyerek kb. Ha minden gyerek ad 100 forintot, százat, akkor az egy már 60 000. Egy gyerek. És az iskola vezetés azt tette hozzá, hogy ha netán nem jön össze a 65 000, ők kipótolják. És 83-at vagy 87-et küldte. Szóval mi a Judittal azt értük át, hogy sokszor majdnem sírva fakadtunk, vagy hogy letérdelni és megköszönni a Jóistennek, mert ez azt jelenti, hogy most 40 gyermeknek egy tanévre teljes, mert az iskolában megkapja a felszerelést, az oktatást, a ruhát, érdemes lenne ezeket a képeket látni, hogy honnan jönnek, hova jut. Orvosi ellátást és étkezést. És amikor az iskolából hazamegy, akkor ebbe a központban foglalkoznak még vele délután, de szóval tényleg csodálatos dolgokat tapasztaltunk meg, voltak nagy család, ahol sok gyerek, sok unoka, 22 tagú család egy gyereket fölvállal, nem tudom, a Jóskáék hányan vannak, ők már. De ők szóval mind a Fokolára mozgalom tagjai. De ez már másfelé is, de azért a leginkább, igen. Volt, aki a Kossuth Rádióban hallotta, igen, volt aki is. A Mária Rádióban hallotta, volt, aki nem tudom kitől hallotta, hozzánk tartott, a Fokolára mozgalomhoz tartozótól hallotta, és mindenki, hogy hát akkor még lehet, akkor még szabad, akkor még lehetett látni ezt az odaadást, hogy ő szívesen adja. De a banki kivonaton például azért van olyan is, akit én egyelőre nem tudok fölismerni, de ezeket be kellene majd azonosítani és megköszönni. Tehát itt is szeretnénk mondani, hogy a Fokolára honlapján a köszönet, a végeredmény minden rajta lesz, tehát hogy aki például most hallja, és az akkor a Fokolára honlapon tud utána nézni, és folytatjuk, hogyha, ahogy mondta Judit, hogyha a jelek jönnek, mert ami most érkezik, azt elküldjük karácsonykor. Tehát nem vész kárba az a pénz, amit ezután utalnak. Igen. Mert a számlaszám is rajta van a Fokolára honlapon, úgyhogy az Új Város Alapítvány, az Új Város Alapítványon keresztül, mert ők utalják át. Na most alapítvány, vagy egyesület, vagy alapítvány? Ez alapítvány. A Fokolára mozgalomnak van az Új Város Alapítványa. Értem. Oda utalnak, annak a számlaszámát adtuk meg, és ők az egész összeget egybe utalják ki. És akkor ez a kedves hölgy, aki azt az egészet indította, hogy reagált? Hát azt elmondani nem lehet. Nem lehet. Egyszer beszéltünk vele, hogy már ez a bizonyos kis csapat. Mert a fiatalok azok skype-olni akartak. Igen, és skype-oltunk vele. Egy más fiat skype-oltunk, hát tényleg. És vannak olyanok, egy, akik... idősebb korosztály, vagy nem, középkorú? Nem, egy tízessel fiatalabbak, mint mi vagyunk. De sem. Voltak, akik konkrét gyereket kértek. És posta fordultával jött a fénykép, a leírás, ilyen család. Tehát abszolút utána követhető, persze, hogy hova megy a pénzed, igen, és igen, igazoltan. Igen. Jó, hát ez egy gyönyörű projekt, és akkor még mindig nincs vége, nincsen. De egy újabba belekezdtetek, és 10 percünk van arra, hogy erről beszéljünk. Mi ez az újabb projekt? Ez a Kárpátalja, ez Kárpátalja megsegítésen. Most nagyon sokan például, amikor megkerestük őket, mondták, hogy hát Pakisztánban nem tudnak segíteni, mert Kárpátaljánál vannak elkötelezve. És akkor most hozzánk is megérkezett a Kárpátalja megkeresés. Ez egy magyar asszony, igen, aki oda ment ki férjhez, úgy hívják őt, hogy Popovicsné Palojtai Márta. Ő pár évvel ezelőtt, 2015-ben írt egy levelet, hogy háború sújtotta meg, nehéz sorsú emberek, stb.
és 2015-ben ugyanígy elérkezett az ő levele a családokhoz, a plébániákhoz, a nem tudom én mindenfelé, és akkor kaptak egy nagyobb összeget, ami mostanra fogyott el. Uh-huh. És akkor megint írt egy levelet, hogy ha lehet, akkor szeretnének segíteni. Ezt úgy hívják, hogy a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség, ezen belül van a Caritas, és a Caritas egy hálót épített ki, tehát ők tudják követni azokat a családokat, ahol probléma van. Most ilyen adatokat tudtunk meg, de szerintem ezt nagyon sokan tudják itt Magyarországon, hogy egy nyugdíjnak az összege 14 ezer forint, és ahhoz, hogy egy család, ezt a Márta írta, ahhoz, hogy egy család túlérjen, ahhoz havi 25-30 ezer forint kellene. Tehát kiszámoltuk, hogy ahhoz, hogy egy család egy évet túlérjen, 350 ezer forintra van szükség. És őnekik az a elképzelésük és az a metódusuk, hogy nem kiosztja a pénzt, hanem megpróbálják megkeresni, hogy az az ember mit tud segíteni a másik, a harmadik javára, és azért ő valami fajta támogatást, ezeket az összegeket kapja meg. Tehát mit tudom én, van egy egyedülálló ember, akkor ő elment, gondozza, bevásárol, patika, stb. És ezért a munkájáért ő ebben a hónapban ezt a bizonyos összeget megkapja. Ez nagyon hosszan le van írva, vagy ilyen 9 oldalas levél. De köszönjük, hogy ilyen röviden összefoglalod, mert ez igen, nagyon érthető. Igen, nagyon fontos ezt tudni. És még egy, hogy amiben mi tudunk segíteni, hogyha ez az anyagi segítség elérkezik egy családhoz, hogy a férfi nem menj nyugatra. Tehát, hogy az apák otthon maradnak. Igen. És ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a családot egybefogadják. Na és hát megint mit tudunk mit csinálni? Jótékonysági koncert, és a Szilágyi Dezső téri református templomban a Fördös Katáék, akik szintén voltak itt műsorban, nekünk régi, vagy nekem, vagy nekünk régi nagyon jó, kedves ismerősünk, és ők fogadnak be minket, mert ebben a templomban csodálatos az akusztika, és akkor ide megyünk, április 14-én megmutatom, meg igen, egy, picit, egy vagy... ilyen kis programunk van, és Barlai Zsuzsi csodálatos hangja van, ő fog énekelni, és a Barlai Zsuzsinak van egy gyerekkórusa, ő fog eljönni a kórussal együtt, és van az Albinoni zenekar, akit szerintem megint nagyon sokan ismernek. És mondjuk el még egyszer, hogy 14-én április 14 a Budapesten a Szilágyi Dezső téri református templomban, ez a Batthyány tér mellett van ez a templom. Ezen kívül pedig arra gondoltunk, hogy fiatal művészeink vannak, fotósok és rajzosok, és egy kis kiállítás is lesz. Tehát ugyanígy gondoltuk, mint a Pakisztán, hogy aki azzal a különbséggel, hogy itt úgy van, hogy aki jön, amennyit ad, ad. Tehát a belépés az nincs, semmi viszont nincs. Adományokat igen, szívesen fogadtak. Délután 4 órakor. Délután 4 óra, igen. Hogy kapcsolódtál te, vagy akkor mi a feladatod neked ebbe, Judit? Hát most megmondom őszintén, én ebbe annyira nem tudtam bele. Támasz. Szóval mivel van 2 unokám, és nagyon-nagyon sokat betegek. Úgyhogy igazából ugye az óvodába járnak, de hát nem járnak, mert ilyen állapotban nem tudnak elmenni. Azontól a férjemnek műtötték meg a térdét, úgyhogy most az első, az elmúlt hónap, az, vagy másfél hónap, vagy majdnem 2, azért eléggé tele volt ezzel. Úgyhogy inkább az imáimmal, most én az voltam, aki az imáimmal voltam emellett, és hát akinek tudtam, nem volt olyan túl sok ember, akinek tudtam, mondtam, illetve hát én mindenképpen el szeretnék menni és hozzájárulni anyagilag, azt mindenképpen, de most ebben a szervezésnek a, megmondom őszintén, hogy az a koncert utáni szervezésben inkább szintén a páramod benne. Szóval most ez húzós volt, hogy a kettő párhuzamosan megy, de hát... Igen. Szóval itt is ő volt az ászlós, vagy a Judit, kapitány. Nem, szóval ez volt. Tehát együtt csináljátok, ugye, együtt, csak nagyon szerények vagytok, nem, azt hiszem. Nem. Ez a valóság, hogy... Nem, itt főleg az a nagyon fontos, hogy az égedett a világon mindent megbeszélünk. Szóval ez olyan erő, ami
Együtt sírunk, együtt nevetünk, mert hatalmas történeteket éltünk meg a Judittal, de szóval na, itt most mások lépnek bele ebbe a kárpátaljai dologba, de hát reméljük, hogy itt is azért valamennyit tudunk segíteni. Hogy... Nekem a Klárának, ha nem hív, akkor már rosszul érzem magamat. Minden nap beszéltek telefonon. Minden nap. Többször. Okay. Muszáj, ha nem hív, akkor valami baj van. Azért hadd köszönje meg itt műsorban is, hogy ma viszik haza a kórházból a férjedet, és nem is te mész érte, és mégis itt vagy, úgyhogy nagyon szépen köszönöm tényleg. Egy picit még arra, ha visszatérhetnénk, hogy azt mondtátok, hogy ez a Focolare azért változtatta meg az életeteket, mert mindig van egy ige. Ezt az igét, ezt hol lehet elérni, vagy hol lehet megtalálni, hogy aki esetleg be akar kapcsolódni ebbe, hol tud? Hát a honlapon rajta van, minden honlapon, a focolare.hu honlapon rajta van. És az e-havi életige pedig ez, hogy én tudom, Judit, én tudom, úgy de van, hogy mutasd meg utaidat, taníts meg ösvényeidre. És ez nekem rettentő sokat segített. Mit ebben jelent a... ez neked, Klára? Az ösvény az nagyon keskeny. És ahhoz, hogy ő megtanítsa, nekem rá kell figyelnem. És az egész hónapban ez volt, hogy rá kell figyelni, Jézusra figyelni, és aztán ebben csodálatos kifejtések vannak, és hát sose érek végére az életige végére, a hónap végére. Ez, hogy ez hogy csinálod? Minden nap ezen elmélkedsz? Minden reggel, és akkor egy mondat bennem maradt, például ez, hogy Isten a barátom. Ismer, a legmélyebben még tudja, hogy mire van szükségem, mert én nekem meg a pajzsmirigyel, meg a betegséggel, mindennel, stb. Ezt akarom volt a most neked megköszönni, hogy te meg ma reggel mentél időpontra, igen, és épp, és hogy ideértél. Igen. Úgyhogy a jó Isten áldjon meg. Tehát, hogy Isten ismer, a legmélyebben még tudja, és minden nap velem van. És az ő szeretete bennem van, és az én szeretetem, amit a másiknak adok, az Isten szeretetére épül, mint sziklára, és elvezet egészen a megbocsátásig. Szóval valami csodálatos az élet, igen, most azt hiszem van is nálam talán egy, megmutatom, hogy néz ki így. És a focolare.hu honlapon meg lehet találni, szóval én úgy érzem, hogy ez a mai világban kincs. Enélkül én nem is tudom, iránytű, és benne van az, hogy iránytű. Egy rajzos, még csak annyit mondok, egy rajzos gyerekeknek való, akkor jobban érthető formában is megvan. De az a gyerekeknek. Nem, de ugyanúgy megtaláltuk. Hát akkor mindenkinek magyarul. Igen, tehát felnőttek is gyereknek. És nekem azt jelentette, hogy akár hányszor letértem az útról, ugye van az, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És tényleg, hogy ez a elég komplikált világban és elég kaotikus világban, amiben élünk, tehát tényleg akárhányszor letértem, mindig visszatérni. És nem filozofálni, és nem most kibogozni, most miért értem le. Egyszerűen letértél, visszatérsz. Letértél, visszatérsz, és ez egy elég dinamikát ad az ember életében, és ez egyébként abban segít, hogy megbeszéljem Isten, hogy akkor miért is értem le, és miért akarok visszatérni. És ez egy párbeszéd, egy vele való párbeszéd. Mindennapos. Hát igen. Abszolút. Igen. Klára, szeretném még valamit mondani? Nem, mert akkor felolvasnám az egész életet. Nem, hogy minden nap új szeretettel új útra hív. Nagyon nem, szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy sikerült ma bemutatnunk a kedves nézőknek, hogy mi is ez a Focolare. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az volt, hogy ti megmutattátok a szíveteket, és ez nagyon megérintő volt nekem is itt, hiszen ma találkoztunk reggel először itt a stúdióban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. És én csak szeretnék most elbúcsúzni a kedves nézőktől, és hogyha önöket is megragadta, akkor keressék meg azt a lehetőséget, ahol lehet segíteni a kárpátaljai mozgalmat, keressék meg a Focolare mozgalmat, és ha indítja az Isten a szívüket, akkor adakozzanak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket. Viszontlátásra!